Kedves nézőink! Most, hogy sok hely mellett már a Duma Színházban sem kell védettségi igazolvány, felmerül a kérdés, mihez is kezdjünk kedvenc plasztik kártyánkkal. Dobjuk-e sútba, vagy hasznosítsuk újra a Szabadság QR kódos mementóját? Ahelyett, hogy kidobnánk, számos felhasználási lehetőség kínálkozik. Lássuk is ezeket! Amennyiben a kártyába pengét helyezünk, vagy élét kicsit megreszeljük, használhatjuk önvédelmi igazolványként. Számos helyre már nem kell a bejutáshoz a kártya. Otthonunkba viszont bejuthatunk vele, ha becsapódott az ajtó. De szállodai szobák esetében is remek, főleg ha titkos ügynökök vagyunk. Sőt, a védettségi igazolvány behelyezésével még a légkondi is működik, amire eddig a spáros kártyát kellett használni. Vagy a Tesco-sat. Túlélő túrákon, vagy otthon, ha lusták vagyunk bepakolni a mosogatógépet, vajazókésként is funkcionál. A bohém adriai vitorlázásokon eddig a bankkártyánkat kellett használni, hogy elrendezzük a rekreációs tudatmódosító szerünket, ám így megsérülhetett a mágnescsík, vagy kellemetlen perceket okozhattunk a közértben, amikor a postterminálra szóródott némi fehér bor. Ha hosszú idő után újra kimegyünk a napra, nagyon könnyen ég le az orrunk, viszont kétoldalú ragasztóval, a napszemüvegre erősítve kiváló orr előtetőt, cserpák szaletlit, fika filagóriát tudunk készíteni belőle. Vagy játszhatunk is az autós kártyához hasonlóan védettségi kártyásat. Itt a régebbi oltás viszi az újabbat, a kettő az egyet, illetve a Pfizer minden mást. Amennyiben örömünket szeretnénk kifejezni, a kártya segítségével tudunk negyedik hullámozni is. Az indiai hullámhoz nincs más dolgunk, mint másfél méternél közelebb állni a másikhoz, és kezünkben a kártyával rászuszogni. Jó újrahasznosítást kívánunk! És ne feledjék, a Duma Színházba való bejutáshoz már csak egy jegyre van szükségünk. Minden másra ott a védettségi igazolvány.